Sziasztok, üdvözletem innen Mátra Mincentről. Hát sajnos, mert most elkezdett esni az eső, pont hogy leszálltam a buszról, úgyhogy ez most egy ilyen esős vonalra járós lesz itt, majd a már részben felszámolt homoktelenyei szárnyvonalat fogom bejárni. Egyébként ez a vasútvonal, amit itt mögöttem van, ez is már egy nem üzemelő, legalábbis személyszállításban, ez a 84-es Kisterenyek Árkápolna. Egyszer majd ezt is be kéne járni, csak itt még reménykedem, hogy itt még talán lesz külön vonat, mert teherforgalom az még van ezen a vonalon, tehát elvileg járható. És akkor mindjárt szétnézünk az állomáson. És rögtön itt mellette a vasútállomás bejárati útjánál van ez a kis őrház, tehát ez valószínűleg Sorompó őrhely lehetett. Innen kezelték itt az átjárót, amikor itt még teljes Sorompó volt. Hát itt a kapcsolószekén az van, hogy SR2, tehát valószínűleg a fénysorompót is helyből kezelik, vagy legalábbis kezelték régebben. Nem tudom, hogy most van-e szolgálat az állomáson, de szerintem nincs. De majd itt erre fele fogok bemászkálni. És akkor majd meg kell találnom innen azt a kiágazást, ahol a homokterenyei vonal megy. Hát nem lesz egyszerű, mert én úgy tudom, hogy innen kezdve már elkezdték felszedni, vagy legalábbis itt vannak bizonyos sínhiányok. Hát ez így jó lesz, hogyha... Daj, miért pont most kezdett el így szakadni az eső, pláne, hogy megnéztem az időképet, és azt mondta, hogy nem fog esni. Hát ennyit az időjárás jelentésről. Ennyire megbízhatóak. Mondjuk soha nem volt az. Na de mindegy, hát akkor kell elmenni vonalat bejárni, amikor jól esik. Vagy amikor ráérek, mint például most. Hát most ez van. Mindegy, végül is hideg nincsen egyébként, tehát nem az a hú, de nagyon fagyos hideg van. Csak kellemetlen ez, hogy állandóan esik az eső. És így tele van a kamera esőcseppekkel, és folyamatosan takarítani kell. Hát mindegy, hát menjünk. Végül is 5 km az egész, ez most nem sok. És még hogyha nagy bozótharc is van, akkor se fog sokáig tartani, mert negyed annyi utat kell megtenni, mint utkos voltig. Úgyhogy végül csak előre haladunk, aztán majd lesz valami. Egy pillancsunk kicsit vissza az állomásra, azt látjátok, hogy fényjelzős, legalábbis itt a kijárati. És van itt egy friss vágányzáló Sorompó, legalábbis frissnek tűnik, és ez egy iparvágány, mindjárt azt is bemutatom. Ez bevezet itt valami fatelepre, tehát azt el tudom képzelni, hogy itt még van kiszolgálás. Hát most mivel szakad az eső, így a sínkoronából sokat nem lehet megállapítani, de ez nem tűnik annyira elhanyagoltnak. És ezeket a nyomokat megnézve, hát lehet, hogy itt még van vonat. Hát kérdése, milyen gyakorisággal. Vagy lehet, hogy csak az elmúlt egy-két évben volt. És itt van egy fatelep, és ez nem úgy tűnik, mintha nem működne. Tehát itt még elképzelhet, hogy innen még van teherforgalom. És ez legalább életbe tartja eddig a vonalat. Hát itt van egy átelesz is, ahol a többi vágány is átmegy. Egyébként ez egy három vágányos állomás, és mondom, itt a homoktelenyei az olaj itt ágazik ki. És hát ez maga a fatelep. Még autó is áll bent, tehát szerintem ez üzemel. Akkor viszont valószínű, hogy ez egy időszakos kiszolgálást ez generál. De hát ennek még majd utána kell nézzek, mert nem tudom. Látjátok, ez volt a forgalmi iroda. Ebbe van rácsozva. Ez pedig a váróterem lehetett. Hát, innen is mindent eltüntettek, úgy látom. Aha, és lapattal le is van zárva. Hát az utcafrontot megnézem, egy kinti táci melléképület, lakodó. És kimaradok egy toj-toj budi is, hát ez... Ez valószínűleg azért van, mert mondom, hogy időszakosan azért még járnak erre, és akkor amiatt. És itt van egy régi busz megálló tábla. Itt volt egy buszforduló régebben, viszont most már nem jár ide ki busz. Aha, levették a menetrendet is. És ami miatt még úgy érdekes, tehát hogy szerintem van itt, hogy ez egy új bekötésnek tűnik, és a digitális óra is rajta van, tehát ez biztos, hogy most tették ide. És a biztosíték föl van kapcsolva. Hogyha biztosítékot így felkapcsolva hagyják, akkor valószínű, hogy ide azért még szoktak járni. Ha, semmi. Úgy sem lehet bemenni, de valószínűleg itt volt a szolgálati lakás. És akkor ezt nézzétek. Ez a kiágazás a 83-as fele, ez megy homokterenyére. Erre a vonalról annyit kell tudni, hogy ez főleg teherszállítás céljából épült, már akkor is, 5 km hosszú szárnyvonal. Személyforgalom az egy darabig volt rajta, de nagyon hamar leállították. És az utolsó vonat az 1994-ben járt erre, vagy 1993-ban, most így emlékszem.
egy külön vonat volt, ami én is akkor még járható volt, az volt az utolsó, amikor itt még vonattal végig tudtak menni. És úgy tudom, hogy a Bombardiernek van is egy ára a végállomásánál, ahol forgóvázakat gyártanak, de hát ők se hozták emiatt rendbe, hogy vasúton szállítsanak, nem értem meg nekik van valószínűleg ezt a pár kilométert megcsinálni. Egyébként itt látszik, hogy így, hát most éppen veszünk el a gazba, megint, de most még azért járható, meg szerintem lehet itt majd mellette menni. És hát igen, itt látszik, hogy itt már nőtte be a gaz, ez pedig a másik, ez a 84-es, ez most egy szintén egy személyforgalom szempontjából leállított vonal. Ezt is érdemtelenül zárták be, úgy gondolom. Igazából nagyon azért nem volt utas, mert Kápolnál rendszeresen elcsesztett csatlakozásaik voltak, hogy nem várta meg a gyorsanatokat. Egyébként több lehetőség lett volna ebbe a vonalba. És a Márta gyakorlatilag azóta vasúton megközelíthetetlen lett, meg elérhetetlen, de turisztikának biztos, hogy sokat ártott ez. Lából csak ilyen személyes dolog is, hogy nézegettem sok helyet a Mátrában, amit esetleg érdemes lehet megnézni, mert van egyébként több látványosság is, csak az a baj, hogy egymással nagyon messzire vannak. Tehát akár egy ilyen 10-15 kilométeres séták lennének, ami hát hiába majd megyek oda busszal, az azért vállalhatatlan, főleg nyáron. Viszont hogyha, és busszal meg nem lehet például biciklit vinni, mert biciklivel az 10 kilométer az semmi, gyalog viszont nagyon sok, pláne nyáron 40 fokban. Tehát, hogyha mondjuk járna vonat, mondjuk Sirok fele, vagy akár Nemtibe, akkor ugye vonaton szállíthatsz biciklit, és akkor már is más lenne a helyzet. És itt ráadásul még két vágány is van. Aha, mert itt is van egy vágány, meg itt is. Tehát itt valószínűleg volt még egy vágány, de csak egy vágány. Ja, már mondjuk az lehet, hogy csak az, hogy csak a kitérő vágányból ágazott ki, a másik meg a fő vágányból, az átmenőből. De azért ez is szép, hogy két vágány is van. Bár valószínűleg itt majd egyesülnek. És akkor itt valahol kéne lennie még egy váltónak. Hát itt van egy földút, itt legalább lehet mellette menni. Aha, eddig, ennyi. És itt van meg a egyik vágány, másik vágány, és akkor ugye itt már nincsenek meg a sinek. Másikat benőtte a gaz. És közben a vizes talpa nagyon csúszik. És igen, és itt ágazik be. Hát most nem tudok a sinek elmenni, látjátok mekkora gaz van. Megyek itt mellette. Itt meg jobban is járható. Aztán majd, hogyha lesz valami érdekes, akkor majd jelentkezek. Ez az átelesz így érdekes, most így. És nehogy itt két vágány is, bár most már csak egy, és mellette is elég széles, tehát most vagy két vágánynak terveztek, vagy pedig úgy, hogy még elfélje mellett egy közút. És amit nem tartok túl valószínűnek, tehát ez nem egy épített út, ez csak ilyen kitaposott földút itt mellette. Tehát itt el tudom képzelni, hogy itt volt még egy vágány, és azért épült az átelesz ilyen szélesre, hogy két simpár elférjen rajta, mert jelenleg itt már csak egy van, és kényelmesen, viszont másképp ilyen szélesre külön nem építették volna, tehát ez a másik nagy rejtély. Hát majd régebb műhold képeket esetleg meg lehet nézni, hogy ott mi látszik belőle. És egyébként haladunk tovább, errefele. Itt van most már mellettem a vágány. Sínhiányok egyébként nincsenek. És ráadásul betonaljak vannak. Nem is talpfák, úgyhogy nem egy rossz vonal ez, meg ráadásul 48-as sinek. Csak hát mond, és hát azért a tervészet meg hódítja vissza a területet magának. Hát látjuk. Mondjuk ahhoz képest, hogy a Dunapatai vonalon sokkal rosszabb állapotok voltak, pedig csak 12 éve nem jár vonat. Hát nem tudom, hogy min is múlik. És megtaláltam az első szelvénykövet, a kettes, tehát közel 200 métert haladtunk a Mátra-Vincenti állomástól, és 5 km hosszú az egész. Tehát még van 4,8 km körülbelül, és ott már azért egyre inkább növekszik a gaz. A tájról viszont érdemes pár fényképet csinálni. És csak lássátok feleim, hogy most így áll a helyzet, jön egy erdei szakasz. Hát, menjünk tovább. Annyira nem vészes a helyzet, mint látszik, mert egész jól járható, meg itt lehet a talpfákon lépkedni. A betonaljak nem is csúsztak annyira, mint a
mint ez az izét a hínáral, meg mindennel így, egy hínáral, ilyen vagyok, ilyen mohával, meg satöbbivel benőtt alfa, az borzasztóan tud csúszni, ha rálép az ember. Beton alja az annyira nem. Most is simán sétálok rajta, minden gond nélkül. Hát itt azért már látszik a járhatatlan pálya. Hát itt már hiányoznak, hát ugye a leerősítések hiányoznak, mert itt elmozdultak a sínszálak is. Hát látszik ennyi, hogy... Hát az látszik, hogy hiányoznak a síncsavarok nagyon hosszan. Itt is, mert én azoknak egy helyen sincs elrögzítve, mert nyilván a síncsavarokhoz azokat ellopták. És így meg a hevededeket, amivel ugye a két sínszál egymáshoz van rögzítve. És hát emiatt így a vágánykivetődés van. Így nem lehet a nyomtávot tartani, tehát erre már nem lehet rá semmilyen vasúti jármű. Még hajtán se nagyon. De ugye olyan nyomtávbővülések vannak benne emiatt, hogy ugye nincs elrögzítve. Hát igen, ez van. Hát mégis körülbelül mióta, hát már vagy 26 éve nem járt erre semmi. Ezt nézzétek. Ismét. És itt már sínhiány is van. Jaj, látszik, az egyik sínszálat csak fel lett borítva. A másik viszont eltűnt. És elég hosszan eltűnt. Tehát innen egy komplet sínszál eltűnt. És valószínűleg ez sem tervezett bontás volt. Ez biztos, hogy ezért vastolvajok vagy síntolvajok vitték el. És még mindig nincs meg. Hát ennyi is. Hát ez a sínszál megmaradt. Következője. Itt van még felborítva. Viszont a másik oldalt meg még most nincs meg a sín. És azt nézzétek, ez viszont egy jelző maradvány lehet szerintem. Tehát ez itt volt a bejárati jelző szerintem. Hát ennyi maradt meg belőle. Hát szerintem most hát a darazsakon kívül ezt nem láttam már szerintem senki. Most nem van. Vonássátok fele, én most kijutottunk a erdei szakaszból, legalábbis járpenetileg. Ugye? Távíró vezeték oszlopának a maradványa. Csak azt hagyták meg a mértéke. És ott viszont a távolban megvan egy oszlop. És itt még egész jól járható maga a hely, és követhető a nyomvonal. Hát a sinek azok már nincsenek, ezt látjátok. Talpfák. Hát valószínűleg azért sem lett ez helyreállítva. Szerintem a Bombardiernek ott akkora forgalma nincsen, ami indokolná a vasúti szállítást. Tehát szerintem annyi forgóvázat egyszerre nem gyártanak ott le, hogy kelljen. Másrészt meg ugye, hogy látjátok, itt azért pótolni kéne elég rendesen a sineket is, tehát valószínűleg így már nem éri meg, tehát most ezt a párot azt inkább elviszik közúton. És igazából nem is kell messzire, tehát most, hogyha annyira tényleg sok lenne, akkor is, mint tudom, 5 kilométert kell körülbelül közúton vinni, és itt Rémátra, Mincentnél már vasúta lehetne tenni annyira. Hoppá. Na itt már betonaljak is ki vannak fordítva a földből. Ez így érdekes. És akkor ott egy megmaradt távgidószlop. Hát a vezeték az már nincs rajta. Az még azt is lehetem képzelni, hogy tervszerű bontás volt, hogy leszették a vezetéket, ma az még kellhet máshol. Ezt nézzétek. Ott volt egy ív a pályába. Így szépen, egy törésvonal. És innestől viszont egyenes lesz megint. Tájat szintén érdemes nézni. És itt egy darabig egyenes. Úgyhogy mehetünk tovább. Helyzet egyébként ugyanaz, hogy gyártok betonaljak, azok minden mennyiségben, sinek sehol, de némelyik így fel is van fordítva. Ezt nem tudom, hogy ezt hogy követték el. De nem hiszem, hogy tervszerű bontás volt, mert ha ennyire forgatták, akkor ezeket el is vitték volna. De innen viszont meg már rendesen ott vannak a helyükön. Csak egy szakasz volt, ahol így nekiálltak kiforgatni az aljakat. De sinek viszont itt sincsenek, viszont így meg kényelmesebben lehet lépkedni ezeken a földben lévő betonaljakon. Ott egy ösvény jelzi is, hogy merre kell a vasúton menni, és itt pont a közepén lehet is, tehát a széles töltésen. Hát akkor most egy, szóval valószínűleg egy kilométernyi egyenes legalább jön, aztán meglátjuk, hova jutunk. És ott a távolban még valószínűleg keresztezni fogok egy közutat is.
ott látszott az előbb egy fehér autó, amit átment. Egyébként a helyzet változatlan, sínek azok nincsenek, az aljak azok megvannak. És közben elállt az eső, vagy legalábbis jelentősen alább hagyott. Úgyhogy most ide jobb, és itt megint lesz egy enyhe tövés a vonalba. Mellettünk megy egy közút, itt balra, és innestől ismét vannak sínek. És a pár kilométeren nem tudom, hogy miért tették, hogy miért pont innen lopták el, ami ráadásul ez a legkevésbé, bár meg lehet, hogy azért, mert ez volt legkevésbé szem előtt itt az erdőben, meg a szakaszon. De innen megvannak a sínek továbbra is. Tudunk, ott valószínűleg lesz majd egy vasúti átkelő. Keresztül közülött, és akkor ott még mindig van egy távvídó fúzna. Azért párat megkíméltek. Ki tudja miért. Közben egyébként olyan túl sok érdekes nem volt. Sinek nem volt, akkor sétáltam végig a talpán. És hát innen csak egyenesen tovább. Ezt nézzétek ide. Került egy földkúp is. Valahogyan, és az útból kiszedték a sineket. Ez viszont felettébb érdekes. Ez viszont biztos, hogy szervezetbontás volt, hogy az útból kiszedték. És innen. Innen sincsenek meg, tehát akkor szerintem eddig. Én azt is el tudom képzelni, hogy akkor eddig felbontották. Hát itt már csak a töltés van meg, itt már tényleg a talpákat is eltüntették. Hát ez innentől kezdve érdekes lesz. Se sín, se talpa, még az ágyazatból maradt meg egy-két dolog, de ennyi. Hát a bazaltkövek az ágyazatnál megmaradtak, és egyébként eddig semmi. Valószínűleg az útátjáróból kellett kiszedni a sineket, a útfelújítás miatt. Itt még van egy betonalj, még egy betonalj. Hát ennyi. Ez viszont már inkább tűnik szervezett bontásnak. És itt meg eltűnt a töltés is már egy darabon. Na hát itt mi történt? Hát ez így érdekes lesz. Látjátok, hogy a közúttól mennyit jöttem. Hát itt annyi változott, hogy betonaljak már vannak. Hát itt a betonaljak megvannak, hát a sinek azok nem. De itt lehet, hogy azt is azért szervezetbontás keretében vitték el. Nem, azt el tudom képzelni. De hát ezt soha nem tudjuk már meg. Hát és én így legyenesen megy a pálya, még jó darabig. Itt van egy szakasz, ahol talpás. Látok, itt néhány talpa. Ennyi, tehát ez egy pár méter, és innen tovább ismét betonaljas. Egyébként haladok tovább, eddig semmi érdemleges nem történt. Hát itt kinőtt egy nagyobb gaz, itt a vágánytengelybe. És majd ott előttem, ott szerintem ott lesz majd megint egy erdei szakasz, ahol lassabban lehet haladni. Ezt nézzétek. Villanypásztor a vágányokon. Ez nem biztos, hogy át tudok menni, hát ezt szerintem meg kéne valahogy kerülni. Bár mondjuk átlépni át tudom, csak nem tudom, hogy kéne ezen. Meg hogy azon a gazon végül át tudok-e menni. És biztos, hogy van benne áram, mert a pattog nagyon. A vidék sajátosságai. Át kellett jönni a túloldalra, mert ott a villanypásztorok miatt le volt zárva, és így csak nagy kerülővel tudom folytatni a bejárást, amúgy a vonal a túloldalon van a teheneknél. És akkor most ismét itt, mert sikerült megkerülni ezt a villanypásztor által lezárt részt. Ugye ott megy a vágány, a gazba, a betonaljak azok még látszanak, itt megy tovább. És már valószínűleg, hogy azért homoktelenje lesz. Hát,
megyek inkább mellette szerintem, mert ez így követhetetlen. Vagy csak itt, nem tudok itt elmenni, megyek inkább az úton. És nézzétek, megint a belterületen vagyunk, és itt már ismét vannak sinek. Ez valószínűleg, és eddig viszont csak az aljak megint. Ez érdekes. És itt van egy távíró oszlop. Valami az egy megmaradt vezeték nélkül természetesen. Azt nézzétek, ez térvilágítás lehetett valamikor. És egyébként a sinek itt vannak a gazba. És így, ahogy haladunk tovább, ez szerintem egy peron volt itt. Valószínűleg itt volt egy megállóhely. Itt esetleg még itt egy épület is állhatott, mint ezen a placon, itt pont elfél. És itt volt a peron. És ez pedig a térvilágításé. Egyébként már homoktalanja környékén vagyok, tehát 33-as szelvény volt az utolsó. Aha! Na mondom én, hogy itt volt valami. Ez szinte biztos. Pont ilyen, mint hogyha itt egy épület állt volna. Na ezt nézzétek. Itt megy tovább a vágány. Egyébként az útátjáróból itt is kiszedték a sineket. Másik oldalt ott végződik. És az útátjáróból kiszedték. És akkor ott nem folytatódik tovább. Viszonylag jól járható itt a betonaljakon. Hát akkor haladjunk tovább, aztán látjuk, hogy mennyi van még hátra. Ja, nagyon sok már nem lehet. Oké. Okay. Akkor ezt nézzétek, még egy átedesz volt. Egyébként a pálya az továbbra is nyílegyenes. Hol jobban, hol kevésbé benőveg azzal, de itt belterületen azért még egész jól lehet haladni. És szerintem az ott előttünk már homoktelenye. Igen, már közel vagyunk a vécéhoz. Itt dobott egy ívet a pálya. Ott egy hídon átjött valami patakon. És itt van itt a vége. Hát az átjáróban már itt is kiszedték a sineket. De hát haladunk tovább, és mindjárt ott is vagyok. És ez már bizony a... És az már szerintem a Bombardier gyárnak a... Ez a forgóvázgyártó üzeme. Ez pedig szerintem egy régi malom volt. Egy ránézésre. És itt már jönnek a kiágazások, a váltók mindenfele. És mindjárt elérek a végéig. És menet közben megérkeztem, itt van maga az állomás épület. A sinek, a gazba, de még megvannak. Ott a háttérben van még egy faárúraktár. És egyébként ide még be van vezetve a telefon is, meg a villany is, tehát ez még lehet, hogy ez, hát szerintem valamikor még lakott volt, szerintem már nem az. És ez itt mellett, ez tényleg a Bombardiernek az üzeme. Még ott arrafele tovább is van. De hát itt véget érnek már a vágányok. És itt van ez a forgóváz összeszerelő üzem, vagy ami hasonló van itt. De nem vasúton szállít, mert nyilván akkora szállítási kapacitáson nincs, hogy megijedjenek neki ezt a pályát rendbe rakni. De gyakorlatilag azt jelenti, hogy majdnem végül pályát. És aha, hogy a villanyóra már le is van szerelve. Aha, úgy néz ki, igen. És ez volt valaha a forgalmi iroda. Itt pedig a pénztár, meg a várótelen, egy fordítva. Hát, itt meg nem látszik semmi. És így néz ki akkor az állomás épület. Az emeleten volt a szolgálati lakás, ott látszik a digis antenn. Meg hát az emeleten volt a szolgálati lakás, az látszik, hogy az volt legtovább lakott, ahol a digi tévés antenna fönn van. És akkor nagyjából a túra végéhez is értem, de megtaláltam szerintem az egyetlen nyitva lévő boltot az egész településen. Úgyhogy gyakorlatilag a kaja kínálat az kimerült ennyibe. De körülbelül egy fél óra múlva itt a busz, azzal még Salgótarjánba át kell szállni. Ez szinte egy hosszabb várakozás, tehát szerintem ott még be tudok tankolni, csak addig kell kibírjam valahogy. Megvettem még két sört, meg egy üdítőt, és nagyjából ennyi most az ellátmány. De szerintem elég lesz, úgyhogy mondom, még mindjárt onnan jön a busz szemből. Aztán még Salgótarjánba egyszer át kell szállni, Budapest fele, és akkor onnan meg már. Majd csak hazaérek olyan fél kilenc fele. Vagy legalábbis akkor még csak a stadionoknál leszek. Úgyhogy akkor szerintem egyenlőre ennyi. Köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek. Sziasztok! Salgótarjánban azért még lehet, hogy fogok videózni, meg fotózni buszokat, hogyha lesz rá idő. Úgy tudom, ott még vannak igazuszok is.
itt van, ugye? Egyébként ugye hagyjad, jó. Sziasztok, üdvözletem minden Salgótarjánból. Az itteni nagyfogásnál meg is van, sikerült egy ikaruszt elkapni. Ugye rendes sárga volánbuszosat. Pont bent állt, és még azt is sikerült levideózni, mikor elindult. Persze, hogy aztán rögtön jött egy biztonsági érdés, akkor elkezdett ott pompogni, hogy ne videózzak, de hát addigra már meg lett szerencsére. És hát most itt vagyunk mindjárt a Salgótarjáni vasútállomásnál. 18-20-kor fog indulni a vonat, és akkor inkább elmegyek azzal, nem várom meg a buszt. Hát igaz, hogy át kell szállni 60-ba a vonatpótlóra. Azt nézzétek, ott megy. Szóval ott tartottam, hogy igaz, hogy 60-ba egyszer át kell szállni, a busszal nem kéne. Viszont gyorsabban érek a keletiben, mint egyébként a stadionokra. Hát igazából nem járok el rosszul, és azért a vonat mégis csak kényelmesebb, mint a busz. Hát, hogyha, és talán, hogyha szerencsém van, akkor csörgős fordal lesz, mert mostanában úgy hallottam, hogy vannak erdefele csörgős fordák, és nem csak úszik. Hát meglátjuk. Hát, ha kevésbé leszek szerencsés, akkor úszik. 60-ig, hát, hogyha meg jobban, akkor csörgő. Aztán meglátjuk, de hát végül is az úszik is kényelmesebb, mint egy-két busz, ami errefele jár. Úgyhogy szerintem mindenképpen jól fogok járni. Ezt nézzétek, meg itt vagyunk a Salgótarjáni vasútállomáson. Ott van egy kiállított gőzös, meg egy mazsola egymás mellett. Nézzétek meg. Igen, ki van rá írva, hogy felmászni tilos. Ennyi. Egymás mögött egy gőzös, meg egy mazsola. Nézzétek. De egész jó állapotban mind a kettő. Itt van egy 175-ös gőzmozdony volt. A másik pedig egy A21-es, hát ez egy mazsola, ez egy rendes dízeltolató mozdony. Jó, 1963. De Salgótarján egy sima kétvágányos középperonos állomás, nem is megállóhely, ez nem állomás. De. Hát itt volt egy resti, ami bezárt, itt még a régi Eskimo logónak az egyik része megvan. Magnum lett rá még teljes egészébe. És hát itt a másik oldali peron. Hát itt különböző, meg arrafele volt még a WC, aztán mindjárt megnézzük. De itt van a váróterem. Szerintem, hogy egy pénztár is itt van, meg valószínűleg egy kiadógép is van. Hát még kávéautomatát, azt látok. Egyébként itt is vannak ilyen. Hát egy-két pont kivonj, de ide akkor meg van egy ivókút is. De kb. Az összes infrastruktúra ennyi. És itt van az épületnek a másik vége. És ott arrafele vannak a váltóközletek, a két kijelző. Valószínűleg itt is üzlethelyiségek voltak, csak már bezártak. Ugye, mert van itt hely restinek, mert minden, csak nincs kiadva. És igen, itt van elvileg a WC. Ha működik, most nem úgy néz ki, mintha működne. Csörgő nem jött, de viszont van helyette pusti. Meg ez a felújított, bekékült pusti jött. És elvépe, hogy a Salgótarján. És amiben a kutya egyedülálló, az a sörtartó. Ilyen más vonaton nincsen. És pont passzentos bele a dobozos sör. Ezt mint helyre találták volna ki. És hát van mit rendetél fájútban lehet is Salgótarján után. Most meg nem mondom hirtelen micsoda, de egy is akkor. Csapatjuk ezzel 60-ig, aztán meg Intercity pótlóbusszal a keletiig, azon még úgy sem utaztam, úgyhogy majd még jelentkezem a pótlóbuszról.
akkor megérkeztünk. 60-ban, akkor a vonat, és akkor a vonathótlóbusszal most már egyenesen a keretig. Itt vagyunk a 60-i vasútállomás előtt is, és most már a busszal irány a keret. Egyébként egész kényelmes busz, mondom ilyen szertalá, hogyha jól láttam. Sikeresen megérkeztem a keletibe a pótlóbusszal, úgyhogy innestől kezdve mások haza kell érni. Irány a metró vagy a zoli, majd kiderül, hogy melyik jön hamarabb. Aztán most már innen csak haza kell menni, úgyhogy ez a videó ez akkor innen ennyi lett volna. Meg volt a mai kaland is, úgyhogy szóval megnéztétek. Sziasztok! Látjátok, a lezárt keletén is dolgoznak. A nagy eredményjelzőt eltüntették, itt éppen verik fel a peront, és figyelmesebben megnézitek, azt is lehet látni, hogy egy-két bódét is eltüntettek már, ez az árusítókat. Azoknak a nagy része nem is fog visszakerülni. És akkor ott szépen benézünk, és ott is dolgoznak. Ott éppen verik fel az aszfaltot. Arról volt is szó, hogy a peront újra aszfaltozzák. Valamint ott a váltókat is cserélik majd. Úgyhogy, hogyha lesz itt munka bőven, még az sem biztos, hogy erre elég lesz két hét erre a sok munkára, amit ide beterveztek. Hát most inkább nem, de szerintem én most így megtippelném, így vaktába, hogy legalább egyszer a vágányzárat meg fogják hosszabbítani. Szerintem legalább egy hetet még rádobnak. Ez most így a lezárásnak így a harmadik napján mondom, hogy aztán meglátjuk, hogy igazam lesz, de szerintem nem lesz ez vége jövő hét végéig.